Hőskommandó úgy jött létre, és úgy jött ötletként, hogy ikerterhességből megszületett lányom, aki ma 25 éves, és a meg nem született fiamért tisztelgünk. Én úgy gondoltam, hogy a humor az nagyon-nagyon fontos a gyerek szívekhez, és humoron keresztül szeretném megközelíteni, ezért ez a program megszületett, mint Plüskommandó. Plüskommandó, egy perces tisztelgés a picikért! Fészek. És itt a pocakfészek, és itt is itt is sapkák is vannak, kisebbek és nagyobbak, és ezek ilyen prototípusok, egy bajroda lelkes dolgozói készítették. Igen, és van, ez pedig a Baby Kaméleon. Mikortól nevezünk koraszülöttnek egy újszülöttet? Az újszülöttek akkor koraszülöttek, hogyha betöltött 24. terhességi hét és betöltött 37. hét között születnek. Tehát egy 35-36 hétre született baba is koraszülöttnek számít. Velük nyilván jóval kevesebb probléma van, de belőlük meg sokkal több van az országban. Aki 37 hét után születik, az már érett újszülöttnek számít. A Plüskommandó létrehozásába katonák segítettek több ötlettel, katonai zsákokkal, és a Plüskommandóból, hogy igazán legyen egy kreatív, segítő, tanító programunk, így született meg a Plüsklinika, ahol gyermekek gyógyítják a plüsöket. Az ország egyik legnagyobb forgalmú koraszülött intenzív osztálya. Itt körülbelül 500 gyermeket látunk el minden évben, és ebből az 500 gyermekből 120 olyan kicsi baba van, akinek még a másfél kilót sem éri el a születési súlya. És azt gondolom, hogy amit a Plüskommandó kitalált, hogy a koraszülöttek mellé áll, és valamiképpen a koraszülötteket támogatja, az egy nagyon fontos dolog, mert Magyarországon a koraszülés az népbetegségnek számít. Körülbelül 9% a koraszülöttek aránya. Ez azt jelenti, hogy minden évben 8000 olyan családdal kell számolnunk, ahol egy koraszülött baba jön világra. Úgyhogy ez tényleg egy nagyon nagy tömeget támogat, amit az Ildiék kitaláltak, és egy nagyon-nagyon jó kezdeményezésnek tartom. Jó érzés apukának lenni nagyon. Egy gyermeket szerettünk volna, hát az Isten úgy hozta, hogy három lett. Mind a három koraszülött, a 33. hét 5. napra születtek, úgyhogy mind a három koraszülött lett, de hál' Istennek minden rendben a fejlődésükkel, úgyhogy nincsen semmi probléma, úgyhogy elégedettek vagyunk és boldogok. A koraszülöttek talán azért érdemelnek kiemelt figyelmet, mert minden újszülött fontos egy ország számára. Nyilván egy új ember születik, akire büszkék vagyunk, nyilván szaporodik a népességünk, ez nagyon-nagyon jó, és miután ilyen darabszámú koraszülött van, ezt azt kell tudni, hogy ugye ilyen új megbetegedésből, tehát akár a mellrákosokat, vagy bárkit beszélünk, nincsen ilyen darabszámú, amelyik megújul, és minden évben újabb és újabb 8000 olyan család van, ahol ilyen baba születik, és ezeknek a kisbabáknak azért nem elég az, hogy egyszerűen csak megszületnek, hazamennek egy boldog családba, hanem gyakran heteket van, hogy hónapokat kell tölteni koraszülött intenzív osztályon, ahol minden támogatás nagyon jól jön, amit rájuk tudunk fordítani. Én is koraszülött voltam, és tudom, hogy nagyon sokat segített, hogy olyan kórházban születhettem, ahol egyből ugye inkubátorba tettek, úgyhogy tényleg ez a célunk, hogy összefogjunk, és ez minél több kórházba létrejöjjön. Szerinted könnyebb az embereket elérni táncolva vagy zenével? Én azt gondolom, hogy elég jó figyelemfelkeltő ez a dolog, úgyhogy igen, el lehet őket érni. A Plüskommandónak a célja,
hogy országosan 20 koraszülött osztályra szeretnénk inkubátor vezérlőket vásárolni, ami egy darab inkubátor vezérlő 4.127.500 forintba kerül. Ezen felül fénytakarókra gyűjtünk, sárgaságtól védi a gyermekeket, 2,5 millió forintba kerül, ezt is meg kell szorozzuk 20 osztállyal, és ezen felül ugye a pocakfészkeket gyártatunk, meg textilkezeket, ami a kisbabát öleli és védi az inkubátorba. Szeretnéd átadni ezt a gondolkodást a jövő generációjának? Természetesen ez abban is megnyilvánul, hogy gyerekekkel jöttünk, gyerekekkel vettünk részt ezen, egészen 4 éves kortól nagylányokig, nagyfiúkig, de nagyon bízom benne, hogy ez így is marad a későbbiekben. Azért álltunk emellé a kezdeményezés mellé, a plüskommandó mellé, mert hát nap mint nap gyerekekkel foglalkozom, nagyon sok gyerekkel, és ha egy olyan kisgyerek, aki úgy jön világra, hogy előbb, annak mindenképpen minden segítséget meg kell adni. Azért vagyok elérzékeny, mert a saját húgom is koraszülött, úgyhogy ő érte is tettük ezt. Rendezvényeken megtaláltok bennünket, és ott mindig lehet plüssöket, szeretett szalagos plüssöket vásárolni, és a befolyt összeg az a koraszülötteknek megy, hogy meg tudjuk menteni őket. Nagyon nagy köszönet a koraszülöttekért teszitek ezt a jótékonyságot. Mi örömmel fogadjuk, hogy mellénk álltatok ebbe a nemes ügybe. Köszönjük szépen! A koraszülötteket segíteni mindig egy óriási dolog. Tudom azt, hogy milyen nehéz, mint a kórházatnak, mint a szülőknek koraszülötteket úgymond nevelni. Nekem is 3 koraszülő gyerekem van, és ők is a 33. évre születtek, és tehát nagyon nagy felelősség és óriási rizikó. Annyit kell tudni ezekről a plüssökről, hogy most ezek a zsákok, citromos illatos zsákok, tehát ebbe kerültek bele a plüsseink, és ezután a játszóházba ugye ezt mind kiöntjük, kiöntés után meg szeretett szallagot teszünk a plüssök nyakára, amire az van ráírva, hogy neked egy plüss, másnak egy esély. Ráadásul sorszámokkal láttuk el, ezek a plüssök még nyerni is tudnak. Évvégén kisorsolunk különböző ajándékokat, értékeket gyermekeknek, felnőtteknek. Azért csatlakoztunk a plüskommandóhoz, mert mi is kisgyermeket, családokat támogatunk védőnőkön, családsegítőkön keresztül országosan, valamint minden olyan intézményt, ahol fellelhető a gyermek, és valamiben hiányt szenved. Így hát amikor az Ildikó megkeresett bennünket, illetve fölvettük a kapcsolatot, akkor egyáltalán nem volt kérdés az, hogy mi fogjuk-e őt segíteni. Mi is plüsleadó pontként vagyunk Zuglóban, a Lengyel utca 28-ban, és szívvel, lélekkel támogatjuk a koraszülötteket. Mi segítjük azt, hogy a pocakfészkek, a simogatókezek, a kis sapkák elkészüljenek más partnereinkkel együtt.
van két koraszülött gyerekem, és amikor nekem is nagy szükségem volt a segítségre, mindenki önzetlenül ismerős, ismeretlen jött és hozta azt, amire éppen szükségem volt. És úgy gondolom most, hogy eltelt 14 év, és engem is már kerestek ezzel, hogy tudok-e segíteni, úgy gondoltam, hogy tudok segíteni, ezért jó cél érdekében a lányok mellé álltam. Azért álltunk a Plusz Kommandó mellé, mert mi szeretjük a kisbabákat, kisgyerekeket, illetve mert jónak lenni jó. Nagyon szerettünk volna valamit segíteni. Jó adakozni. Cukik a macik. Szerettünk volna csatlakozni egy jó ügy mellé. Nagyon szeretjük a gyerekeket, és ezzel szerettünk volna segíteni a gyerekeken.